Na gyerekek, visszaadok hozzá a gyönyörű muskártihoz, Évi ide rakta. 10 éve megvan a rózsája, azt mondja. Ja, itt van benne a rózsa. Igen. Csak ilyenkor télen nem igen virágzik, meg nem lombos. Ja. És olyan kis szomorkásnak néz ki, ezt ilyenkor beszoktam őket. Szerintem a muskátli az egyik legszebb magyar virág, én legalábbis. Nyáron itt a muskátli nem mindig él. Magyarország jut eszembe róla. A nyáron itt nem él meg a muskátli, mert annyira meleg van. Erről mi jut eszedbe? Erről. Ez a kaktusz. De szép ez is. Ez egy kaktusz. Ez egyik legszebb. Nagyon szépek. Na, jó van. Az ott rózsa, nem? Nem, az a bogonvilla. Micsoda? Bogonvilla. Bogubilla? Bogonvilla. Buga Jakab? Igen. Azt mutasd meg azt a kínai sapkát. Melyiket? Várjál, menjünk. Ez pedig úgy hívják, hogy kínai sapka, Chinese hat. Jézus. Ez a bokor... Ez hogy tudod megjegyezni ezeket a neveket? És úgy néz ki a virág, a kis virág, mint egy kínai sapka, azért hívják. Micsoda? Nem tudom, mint egy kínai sapka, amiket a kínaiak használnak azokat a sapkákat. Én nem. Tehát ilyen... Ja, oké. Okay. Ja. Na. És csináltál olyan egy jó képet. Csak itt csináltam egy képet. Ez csak télen virágzik, gyerekek. Ja. Nyáron nincs, nézek, alig van. Nyáron tiszta zöld levelek. Tiszta zöld, télen meg van rajta virág. Bassza meg. Na, Szofi és a szakadt hintája. Menjél lopni, menjél. Úgy szedik le soha. Mindjárt meg is kajáljuk. Onnan föntről, hallod? Állj fel a székre. Nem éred el? Nem éred el, mi? Eléred? Jó van. Kapd el. Szofi, hát Lukas kezed van. Pucoljátok meg. Földről nem szerünk föl semmi. Gyere, Szofi, megyünk. Gyere, megyünk be. Mindjárt ébedünk. Because it's winter. And they're sleeping like a bear. Yeah. Let's put that. Yeah, let's put this back. Maybe we can use it somewhere. Sofika mind munkálkodik. Yeah. Put one that's not thick. Valentine's szívek, hartok, ugye? De gyönyörűek. Bárint napi szívecskék. A Sofi készít mindenkinek egy ilyen üdvözlő lapot. No? Évi segítségével természetesen, de a Szofi határozza meg, hogy mit hova ragaszt. Látja? Ez a Look at that. What is that? Unicorn. That's a unicorn. Szofi csinált karácsonyra is, szülinapra, mindenhova. Just like the earth. Ugye ilyen. Évi megveszi neki. A dekor dolgokat. There's even a mermaid tail. És akkor itt elszórakoznak. Szuszu? Szuszka? Mi van? Mi a helyzet? Mi a helyzet? Mi a helyzet? Ő is. De you want a bear and you want, you don't, you have kiri, I guess you have kiri too. Ma, jó reggelt kívánok, illetve jó napot, már dél van, most nemrég ébredeztem, ébredtem fel. Kávét félig meddig megittam. Aztán hát eldöntöttem, hogy most ezt a zárat megpróbálom beinstallálni, beszerelni ebbe a szerkezetbe. Úgyhogy, és hát ezt szeretném csak megmutatni. Nagyon egyszerű dolgunk van elvileg. Aztán gyakorlatilag mi lesz, az még nem tudom. Szóval ez a rész azt mondja, hogy ide tartozik, ez ide. Ez pedig ide, igen, logikus. Ez meg majd megy a fogadó részhez. És akkor itt vannak a kulcsok. Mi ez? Ja nem, ez a mivel majd összefogatom. Oké. Okay. Ez a fogadó részhez. Úgy van. És akkor itt vannak a kulcsok. És ez szintén, ugye ez a fogadó rész, nem összekeverni. Na most, ha minden igaz, akkor elvileg nagyon egyszerű dolgom kell, hogy legyen. Ugye?
ez a külső rész, ugye meg kívülről van a kulcs, és belülről ez a zárrész, tehát akkor ez így, és ezt meg igen alulra fogom tenni, még pedig ide. Oké? Okay. Most ide jön a nyelv, itt kell figyelni, hogy ugye mert ez így csukódik, tehát mindig a, ez a csúszós rész, ez, ez a dőlt rész, ez jöjjön az ajtó félfa irányába, ugye? Na most itt pedig, ezt beigazítod, berakod, de először is ezt berakod ide, igaz? Alright. Ennek ide be kell stimmelni valahogy, ja. És akkor jön ez, hogy ezt ide beillesszük. És erre jön rá, ugye ez a fogantyú, amelyik itt be kell állnia, és ide jön bele a csavar, ami egy kis szarakodással jár, mire ugye ott eltalálod pont. Igen, ez mindig egy kicsit ilyen, jó, bele van, megfogta. Erre. Oké. Okay. Jó. Ez már az enyém. Akkor ezt ugyanúgy. Akkor lehetett volna. Na jó van, megvan. Alright. Kész. És már csak annyi a dolgom, hogy ugye behajtom. Mágneses nyavaja kihúzta a helyéről, a bassza meg. Na, így most jó. Na, indulj be. Ez az. Oké. Okay. Jó, belekapottak. Oké. Okay. Szép lassan. Behúzatjuk. Lehetőleg úgy, hogy ez középen legyen. Bocsánat. Na, vághatom el. Túl hosszú. Na mindegy, megoldjuk. Nem gond. Na, nincs kedvem vagdosni. Valószínű, hogy találok hozzá valamit. Csavart, rövidebbet. Most ki kell spekuláljam, hogy ez a 632-es, azt hiszem az, de nem mindegy. Na itt már van is egy rövidebb, látjátok? Itt van. Ez az 632. Hát gyerekek, nem igaz, hogy találok két egyforma csavart, nézd, de a socket head, de a méret ugyanaz, csak a fej, amit beleraksz, szersze. Socket head, a normál, és ugye a Philips. Na, remélem, hogy mindegy nekem melyik, csak két egyforma legyen, de még ez se egyforma hosszú, de jó lesz, ugyanis a lényeg az, hogy egy picivel legyenek rövid. Hát ez nem jó. Mégse jó, mert ugye majdnem ugyanolyan hosszú. Látjátok, ilyen kis szarakodásokon múlik. Na jó, ezt szórakozok itt. Na most látjátok? Nem találtam ugyanazt a csavart, ugye, ami ide jó lenne, ez jó lenne nekem ide, és ott ráadás ideje sülyeztett fejű kellene, tehát kénytelen vagyok menetet, tehát tényleg majd hozok ki sülyeztettet. Oké, okay, az jobb lesz, alright. Most ilyenkor van az ugye, hogy ki kell bővíteni a lukat, és ugye az új menetet 10-32-es, de előtte mindig használunk ugye egy pici olajat. Csak egy cseppet, könnyebben belevágja.
ott van. Kész is van. Ide is egyet. Oké. Jó, és akkor még ide is megcsináljuk. Jó, ellenőrizzük le, hogy igazán volt-e. Tessék. Ott van. Jó, nem találtam Fredhead-et, majd maximum meg tudom... Na nem kell, mert... Nem, jó lesz, jó lesz. Jó lesz, nem fog kiállni, szerencsé. Jó van. Ú, de örülök. Na, csináljuk. Ugye, belehajtom. Gyerekek, mikor csináltam ilyen gardingot, garding az a biztonsági burkolat, hát itt ügyelve arra, hogy ez könnyen mozogjon. Ugye jó, meghúzzuk. Oké, jó van. Jó, nézd ide, nem tudom mennyire adja vissza a kamerát. Tehát itt van ez a plét, és ezen belül van a csavar fej, úgyhogy jó lesz. Nem lesz semmi probléma vele. Jó, és most már, ugye, most már meg lehet húzni ezt a két csavart is itt, és föl van a zár. Oké, nagyon babás, Jani bácsi, köszönöm szépen, meg fogom veregetni. Ez egy kicsit ilyen el van, hogy hívják hova, úgy néz ki. Ja, hát, várjál, próbálom visszalazítani, főre jön. Már csak a külalak, nem a funkció, de nem fog visszajönni szerintem. Így talán így egyre tudom csak. Csak most, ha megfeszítem, fog működni? Fog, jó van. Egy kicsit szorul. Jó van, jó lesz. Majd kap egy kis olajat. Na most itt a másiknál ennyi az egész. Jó, mi? Ennyi az összes zár. Úgyhogy ez rohadt egyszerű. Ugye ezt itt beigazítod, ugye? És itt mindegy, hogy hogyan rakod, hát majd most azon fog múlni, hogy látod itt, látszik? Jó, remélem. Itt lejjebb van ugye az egész, tehát akkor neked is ezt úgy kell rakjad majd, hogy itt, mert itt kell hely. Igaz? Így nem rakhatod rá. Látod? Mert akkor nem fog stimmelni semmi. Tehát ez így nem jó. Ugye? Hát érthető. Viszont így kell, hogy legyen majd. Így. Ugye? Akkor pont középen van az egész. És akkor ez a fele, ugye? Ez van kívül. Ugye, mert innen zárod. És akkor ez a hátsó cilinder, pedig a kliklak, ugye majd belülről. Alright? Eddig jó. Na, akkor nézzük ezt a gyakorlatba. Tehát beteszed neki a Jóskát, itt ráigazítasz. Oké, befért pontosan, hála Istennek. Megigazítsuk, hogy ez a zár így álljon, tehát fölfele legyen. Ráigazítsuk a cilindert, így, tehát itt most függőbe kellene, várjál, így, oké, így, nagyon jó, és akkor most jön a két csavar, remélem ezzel már nem kell kínlódjak, helyen hosszúzattak, nem tudom minek, ja, ott bent fogja egész mélyen, na ez így jó lesz, remélem, hogy nem kell vele szenvedjek. Jó, el is kapta, fasza. Tanítónéni kérem. Nagyon baba. Ez jó, tanítónéni kérem. Csináld, jól csináld. Ne hagyd abba. Majd. Jó, elkapjuk. Erekek. Hát szerencsére van némi gyakorlatom ilyen szerelésekbe, gyerekek, én dizájnhez, én terveztem biztonsági burkolatokat, képzeljétek el, és rengeteget dolgoztam ebbe a szakmába, hát több mint 9 évet, és felelősséges
Tehát ilyen biztonsági... Várja, ezt... Hopsz! Várja, kicsit följebb, ja, nem kapott bele. Följebb kell húzni. Lukra tesszük a gyúriskát. Lukra, igen. Most jó. Most jó, ne mozdulj! Ne mozdulj, az anyát szűz meg. Most a másikat meg kell keressem. Elegek, ha unalmas, akkor tegyétek rá, vigyétek előrébe, vagy hátrébb, kezdjük előről. Na, hol az a csavar leesett? És az lesz, ugye itt volt a réginek a zár része, hogy ide ugye ki kell építsek egy ilyen kemény fából, fém borítással, majd valahogy megoldom, ugye egy fogadó egységet, meg hát ez be kell még itt. Hát tudok, itt van egy görbület, nem az ajtóba, ott az alja ütközik, teteje ütközik, ez viszont, mintha ilyen meg lenne ferdülve, de hát most mi a szart csinálják vele, tudok vele csinálni semmit. Ezt majd ennek, ahova ez belemegy, ez a rész, hát itt majd meg kell csináljam. Ugye azt, hogy kivágni, oda betenni valamit, tubárfort. Ajaj, lesz vele szarakodás megint. Na de mindegy, gyerekek, az a lényeg, hogy ez megvan. Nagyon tetszett. Nem egy nagy durranás, de hát ezt is meg kell csinálni. Jó lesz, meglássátok. Az a ronda rész ott még eltűnik, majd jobbra. És akkor ide még frém jön, körbe, szilikonozás, csatorna, stb. Úgyhogy... Na, majd mutatom rész időnként. Oké? Sziasztok!